Dr. Kerekes Judit, a The City University of New York matematika professzora és tanszékvezetője, és az Amerikai Magyar Iskolák Egyesületének alapító társelnöke. Dr. Kerekes Judit vagyok, City University of New York, College of Staten Island, matematika professzora, tanszékvezető. Ez a munka, amiből élek, és mi az, ami a szívem, ez a magyarság. Magyarság szolgálatként nagyon-nagyon sok magyar szervezetnek vagyok tagja, elnöke, aktív résztvevője. Többek között az AMIT, Amerikai Magyar Iskolák Találkozója. Holnap fogunk találkozni a külügyminisztériumban. 22 amerikai magyar iskola igazgatója lesz itt, de itt lesz Ausztrália is, Dél-Amerika is, a világ minden részéről a magyar iskolák. Mi más csinálok magyar iskolák mellett? Létrehoztam az első amerikai magyar nyári egyetemet alapítóként dr. Tarján Gáborral, és ennek az volt a célja, a szándékunk szerint, hogy a magyar iskolákban a gyerekek úgy 12-14 éves korukban eltűnnek, mennek élni a világ életüket, de kéne valamit adni nekik. Egy nyári egyetemet hoztunk létre, és azt hittük, hogy ők fognak jönni. És a legnagyobb meglepetésünkre jöttek ők is, Kárpát-medencéből, elszakított területekről, Amerikából, de jöttek azok az 50-70 éves emberek is, akik 56-ba vagy a családjuk 45-be jött ki, és ugye először otthon kellett teremteni, családot alapítani, tanulni, majd a gyerekeket tanítani, és most jött el az én időm, hogy én is tanulhatok. Tehát a szabad egyetemet voltak, akik így vették. Együtt éltünk. Pennsylvaniában van egy nagy magyar klub, azt kaptuk meg, egy tópartján, egy hétig ott együtt tanultunk. Híres magyar professzorokat hívtunk meg, és a lényeg, egy színdarabot játszottunk el. Tamási Áronnak a darabját úgy, hogy a professzoroktól kezdve a résztvevő diákokon keresztül mindenkinek volt benne szerepe. Az Albert például három egyetemista fiatal mutatta be a három felvonásba, hogy mindegyiknek legyen megfelelő szerepe. Olyan ötleteket találtak ki, hogy amikor azt a borzasztó vadhúst kellett megenni, egy éretlen almát húztak föl egy fára, és abba haraptak bele, hogy az az arc jelenjen meg. Egyszerűen együtt játszottunk, együtt éltünk, és olyan tudásanyaggal hagytuk el a tábort, ami élmény, és az élmény, ami megmarad. Az állótábortűznél például körülültük a tábortűzt, és mindenki elmondta, hogy hol született és most hol él. Az egész világ ott volt a tábor körül. A tanári pálya nem a tanításról szól. A tanári pálya arról szól, hogy a tanár megteremt egy környezetet. Egy olyan befogadó környezetet, ahol a tanuló, és ez mindegy, hogy gyerek vagy felnőtt, jól érzi magát. Jól érzi magát, mert nem azt kell neki megtanulni és követni, amit a tanár mondott, amit a tanár tud, hanem ő maga konstruálja meg, ő maga szerkeszti meg a saját maga tudását. Mi a tanár feladata? Facilitét, elősegíteni, hogy a sikerélmény az övé legyen. Én matematika tanár vagyok. Nekem nem az a dolgom, hogy eldöntsem, hogy jó vagy rossz a feladat megoldása. Az egy dolog. Hogyan jutott el odáig? Ha megakadt valahol, hogyan tudom őt kérdezni? A kérdésemmel hogyan tudom őt hozzásegíteni ahhoz, hogy a sikerélmény az övé legyen? Mert az a miénk, amit a lelkünkben, az agyunkban, a szívünkben elviszünk magunkkal, és elviszük magunkkal. Ha ezt egy élménnyel kaptuk meg, akkor az élmény is a miénk. És ez rajtunk múlik,
hogy milyen környezetet teremtünk, milyen tanulási lehetőséget teremtünk. Ez lehet egy osztályterem, lehet egy tábor, lehet bárhol. Nem a környezet a fontos. Én is tanár vagyok. Hogy lettem tanár? Menjünk vissza egy pár száz évet. 1840-ben született a déd nagyapám. Őt Schröder Károlynak, Báros Schröder Károlynak hívták, aki 4 országba végezte az egyetemét, hogy mérnök lehessen. A családja templomépítő mérnök volt, és megkapta a diplomát, és franciául, és németül, és angolul beszélt, és nem tudott dolgozni. Miért nem tudott dolgozni? Mert akkor nem volt még olyan szemüveg, az olvasó szemüveg, ami ma fillérekért beszerezhető bárhol. Mit csinált? Még egy nyelvet megtanult, elment tanárnak, ezt már Budapesten csinálta, és megtanulta a pedagógus munkát. Akkor még királyság volt, és Magyarországon őt kinevezték, először Budapesten, majd később a Körmöcbányai Reál Gimnázium igazgatójának. Abban az időben volt egy híres olasz festő, Grimm festő, aki hatalmas nagy festményt készített róla. Ez a festmény Trianon után is ott maradt a falon. Schröder Károlyt szerették. Az ő felesége is tanárnő volt. Gizike. Hogyan lett ő tanár? Elvégezte a tanítóképző főiskolát, és kikerült egy pici faluba. És abba a pici faluba ő volt a tanítónéni. 1-től 6-ig tanította a gyerekeket, mindent megcsináltak, összegyűjtötték a fát neki, hogy legyen tére tüzelője, habból loptak egy kicsit, nem is szólt érte, látta az ablakból, és be akart menni Körmöcbányára. És mondta, hogy hát szeretne egy szánkóval bemenni Körmöcbányára. Kedvenc tanítójuknak mondták, és milyen szánkót szeretne. Csak rávágta viccből, lilát. Reggel ott állt a lila szánkó az ajtaja előtt, és kis lovacskák csilingelő csengővel a Kárpátok gyönyörű fehér hótakaróval borított fenyőerdők között bement Körmöcbányára. Sok-sok évvel később tudta meg, hogy azon az éjszakán széklával festették meg neki a szánkot. Menjünk tovább, dédszüleim, nagyszüleim. Nagyszüleim is pedagógusok voltak. Nagyapám süketném a gyerekekkel foglalkozott. Azért választotta a gyógypedagógiát, mert az egyik testvére beteg volt, és ő rajta szeretett volna segíteni. A szülei papnak szánták, de ő gyógypedagógus lett. És hát jött az első világháború, ő is, mint mindenki más, ment szolgálni. Őt Fiumébe, akkor Fiumébe elég komoly szolgálat volt. 7 évre vitték le Fiumébe. Parancsnok volt, tette a dolgát, és lehívta a feleségét is, akkor már 3 gyerekük volt, és felesége lejött Fiumébe. Úszott az Adriába, szerette a vizet, gyönyörű volt, és a jegyűrűje leesett az ujjáról. Hát mondta, hogy keressük meg. Mondta, hogy nagyon szeretnek, édesem, de ez mégiscsak lehetetlen az Adriából kiszedni egy gyűrűt, ami leesett az ujjadról. Jó. 50 katonát kirendelt, egy álló napig verték a vizet, természetesen, hogy nem lett meg a gyűrű, hát ez nyilvánvaló volt. És akkor azt kérte még, hogy de Aladár, csak még egyszer, jó, még egyszer belemerítették a ödröt, és ott volt ez a gyűrű. És az élet érdekessége, hogy ők a II. Világháború végén haltak meg, nagypapa és nagymama is, és ebből a gyűrűből temette el őket édesanyám és édesapám. Nem maradtak ott Fiumében, mert a Liszti nem bírta a párás levegőt, visszaköltöztek Körmöcbányára, és akkor született meg édesanyám, Lottika. Lottika pár hetes volt, amikor volt Trianon. 2 lehetőség volt, vagy aláírják a csehszlovák törvény szabályait, vagy elmennek. Nem írták alá. Eladtak mindenük egy gyönyörű 4 szalonos lakásukat, vettek egy vagont, abba berakták a 4 gyereket, és mentek is Magyarországra. Hát a Váci rendezőn laktak vagy fél évig, ami még volt, nagyon sok mindent el kellett adni, hogy etetni tudják a gyerekeket, és Kaposvárra kerültek.
A Kaposvári Süketnéma intézetbe kapott nagypapa állást, a rajzterem volt a lakásuk, és a szertából csináltak konyhát, de elindult az életük. És még egy történet Lottikáról, ő nagyon jó hallása volt, a három nagy testvér 10 évvel idősebb volt, és mindenkinek kellett zongorát gyakorolni. Ő a szekrény tetején egyikről a másikra ugrált, és amikor valamelyik mellé ütött, akkor a szódás üveggel bum. Később ez lett az élete, tehát testnevelő tanár volt, tehát a mozgékonysága már egész pici korában megvolt. Nekem valami más volt, ami vonzó volt. Én szeretem a matematikát, és a Szegedi József Attila Tudományegyetemen kaptam matematika tanári diplomát. Először középiskolába tanultam, közben még 2 másik egyetemet elvégeztem, úgyhogy 3 egyetemen van. Aztán ledoktoráltam, és a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolába kerültem tanítani, majd Kremszbe a Pedagógison Akadémiára egy ilyen csere kapcsolat során kerültem ki, és azután kerültem Hollandiába, és azután kerültem Amerikába. Ez az életem. Én egy boldog ember vagyok. Azt csinálhatom, amit tanultam. Ez nem minden embernek adatik meg. Egyetemen New Yorkban, a City University of New York College of Staten Islandnek vagyok a matematika tanára. Ez munka? Nem. Nekem nem. Én élvezem, és repülnek az óráim. És a hallgatók is keresik az alkalmat, hogy bekerülhessenek az óráimra. Tanítok matematikát, haladó matematikát, vezetek kutatást, mestermunkát, tehát a diplomamunka írását vezetem, gyakorló tanításokat vezetek. Tehát amit kell, hogy látom a fejlődésüket, látom, amikor kezdő hallgatóként megjelenik nálunk, és azzal kezdi, hogy hétdömelt, tehát utálom a matekot. De matekot is kell tanítanom, mert általános iskolai tanár akarok lenni, és minden tantárgyat kell tanítanom. És ahogy megváltozik, és ahogy a matematikához való hozzáállása megcserélődik, és eljut odáig, hogy szeretem a matekot. Van egy sztorim. Általában az irodám ajtaja nyitva van, akinek van valami kívánsága, kopog az ajtón, bejön, és elmondja, hogy sírni kell, vagy örülni kell, mert gyerekem született, vagy beteg lettem, vagy teljesen mindegy. Jól érzi magát, elmondja, és sokszor az, ha meghallgatom, már önmagába előre megy. És akkor kopognak az ajtómon, és jött egy nagyon-nagyon régi tanítványom. Több mint 20 éve tanítok ezen az egyetemen. Na, gyere, mondja, mibe segíthetek? Hát, baj van. Hát, jól nézel ki. Mi a gond? Hát az a gond, hogy ő világ életében utálta a matekot, nálam megszerette, és ő most matek tanár. Hát ez nagyon jó. Igen ám, de van egy lányom, tessék, itt a lányom, 18 éves, csinálj vele valamit. És a lányából matek tanár lett, és nem csak matek tanár lett, létezik egy olyan szervezet Amerikában, amit úgy hívnak, hogy NCTM, National Council of Teachers of Mathematics. És ez a kislány velem együtt tartott előadást ezen a nagy nemzetközi konferencián. Ma is sikeres matek tanár. Tehát amikor már generációk jönnek vissza, és amikor úgy érzi, hogy rád meri bízni a gyerekét, a legféltettebb, legnagyobb kincsét, ez az életnek egy ajándéka. És a másik ajándék, amikor a hallgatóid sikeresek. Mert az, hogy te elmész és tartasz egy előadást, írsz egy cikket, megjelennek könyveid, ez egy dolog. Igen, kell a szakmai előmeneteledhez. De amikor már a hallgatóidat viszed konferenciára, és most elmondok egy érdekes történetet, most történt nem régen, pár hónapja, a Magyar Tudományos Akadémia Varga Tamás 100. évfordulójára egy konferenciát hirdetett meg. Lovász professzor úr nyitotta meg a konferenciát, és erre a konferenciára pályáztunk a hallgatóimmal, 3 poszterpályázattal jelentkeztünk. A hallgatóim eljöttek, elmondták a saját kutatásaikat. Volt közöttük egy amerikai, volt közöttük egy európai
Dél-Európából jött, és volt közöttük egy afrikai. Az a kislány, aki Európából jött, kislány, tanárnő, középiskolai tanár, eljött az édesanyja Montenegróból. Az édesanyjának az arcán azt az örömet, amikor a lánya tartja az előadást, és professzorok ott állnak körülte, és hallgatók és résztvevők, én azt gondolom, hogyha az életemben volt szép pillanat, ez azok egyike. Magyarságszolgálat. Amikor vége van a hétnek, hétfőtől péntekig angolul beszélgetünk. De jön a hétvége, és akkor lehet csinálni valamit, ami másokat sikerhez juttat. Mit lehet csinálni? Például hétvégi magyar iskolába lehet tanítani. Egy napon kopogtam az Arany János Magyar Iskola ajtaján, Harkai Péter volt akkor az igazgató, és mondtam, hogy szeretnék itt tanítani nálatok. Fölvett. Kaptam gyerekeket, akiket magyarra taníthattam, de én akkor már cserkésztiszt voltam, őrsvezető tanfolyamot vezettem nekik, és segédtiszti tanfolyamot vezettem nekik. Belőlük lettek a későbbi vezetők. Egy napon Bodnár Gábor, ő az az ember, aki Magyarországon cserkész volt, és amikor elhagyta az országot, megfordította a lovát, és azt mondta, míg élek, magyarságom szolgálom. Németországban menekült táborba létrehozta az első külföldi magyar cserkész szövetség szervezetét, néhány gyerekkel. És ezt a szervezetet akkorára növelte, hogy ma már 4 földrészen több ezer cserkész van. És mi volt a gyönyörű benne? Amikor 89-ben Magyarországra visszahozta a cserkészet lángját. Mi a külföldi magyar cserkész szövetség tagjai nem megyünk csemborikra, de mennek a magyarok. És Magyarországon megszületett a cserkészet. És Bodnár Gábor volt az, aki nem csak elvitte a lángot, őrizte a lángot, és amikor lehetett, visszaadta a lángot. Bodnár Gáborról sok sztori van, nagyon jó emberismerő volt, 8 saját gyereke, üzlete és mindene a magyarság szolgálat. Én abban az időben a New York-i Magyar Színházban szerepelgettem, színész voltam, alelnök voltam, és volt egy műsorunk, aminek az volt a neve, hogy Pódium. Ez a pódium arról szólt, hogy híres embereket meghívtunk és beszélgettünk vele, én voltam a beszélgetés vezető. És egyik alkalommal Bodnár Gáborra kellett ezt a beszélgetést levezetnem. Február volt, és nagyon nagy hó volt. Cserei Erzső volt akkor a New York-i Magyar Színház igazgatója, elmentünk egy kínaiba vacsorázni, és azon gondolkodtunk, hogy megcsináljuk, vagy ne csináljuk ezt a beszélgetést. Ebbe a hóba be tud jönni, nem tud bejönni. Úgy döntöttük, hogy megcsináljuk. Jó, Judit, csináld. Jó. Odállok Bodnár Gáborral beszélni, nem volt hajlandó leülni, ő csak állva volt hajlandó interjút csinálni. És mindenféle kérdése, gyönyörű válaszok, vagy egy nagyon jó pódiumműsor született meg. Büszke voltam magamra, tévedtem. Ő volt, aki velem csinálta az interjút. Az interjú közben fölmérte azt, hogy mire vagyok képes, és azt mondta nekem, hogy Judit, a nyári magyar iskolatábort újra életre kell kelteni. A tábor bezárta a kapuit, következő évben nem volt kapu, nem volt tábor, és mondtam, Gábor, mégis hogy képzeled? Se gyerek, se tanár. Meg fogod csinálni. Ő már akkor nagyon beteg volt, minden reggel fölhívott telefonon, 5 perc alatt annyit elmondott, hogy egész nap volt mit csinálni, 16 gyerekkel és egy tanárral Fillmore-ba a külföldi magyar cserkész szövetség nyári magyar iskola táborát levezettem. A tábort még 10 évig vezettem, mint iskolaigazgató és mint táborparancsnok. 10 év után ezt a tábort 120 gyerekkel és 24 tanárral adtam tovább. A tábor ma is él. De Bodnár Gábor pontosan tudta, hogy kitől és mit kér. A riportot ő csinálta velem, nem én vele. Szent László lovagokat mindig nagyon tiszteltem. A máltai lovagokat rendkívüli módon tiszteltem. És mindenki más is.
A máltai lovagok között volt egy Sándor István nevű fantasztikus lovag, aki azt mondta nekem, hogy Judit, évek óta nem volt már lelki gyakorlat. Staten Islanden lebontották a rendházat, ahol ezt régen csináltuk, de ezt nem lehet, hogy csak úgy abba maradjon. Írtunk egy könyvet vele közösen, és jártuk a cserkész csapatokat, és jártuk a magyar iskolákat, és lett lelki gyakorlat, lett máltai cserkész szervezésbe. És a máltaiak közül nem sok nőnek adnak elismerést, nekem sikerült kapni egyet, amire nagyon büszke vagyok, és meg is hívtak sokszor a felkészítésükre. Aztán nagyon sok más szervezetben is részt vettem. A Szentpászló lovagságot nem úgy adják, hogy csak úgy adják. Ott le kell tenni sok mindent az asztalra. Létezik egy ilyen, hogy amerikai AMSZ, Amerikai Magyar Szövetség. Ez egy ernyő szervezet, aminek a igazgatós, board of director, igazgatósági tagjai között vagyok, és annak a programjaiba veszek szervezésbe, előkészítésbe, lebonyolításba részt. Azon kívül a színház. A színház az egy világ. Nem az előadás a nagy dolog. Évi 4 előadásunk volt a New York-i állam támogatásával. A próbák. Cserei Erzsi volt az igazgatónk, ezt a színházat Varga László alakította. Ő volt az egyetlen olyan tudomásom szerint országgyűlési képviselő, aki a háború előtt is országgyűlési képviselő volt, és amikor lehetőség volt, akkor visszahívták, és a háború után is országgyűlési képviselő volt. Akkor azt mondta Cserei Erzsinek, Erzsi, a New York-i Magyar Színháznak menni kell. Cserei Erzsi azt a szlogent, azt a mondatot adta mindenki szájába, ne add föl, és ő nem adta föl. Amíg élt, vezette a New York-i Magyar Színházat. Én abban a szerencsés szituációban, abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy amikor készítette az előadásokat, megbeszélte velem, hogy mi legyen, hogy legyen, én nem vagyok színész. De szerepeltem színészként, mindig meghívtunk valaki nagyot a magyar színészek közül, és mi az összes többi szerepet eljátszottuk. Amikor a Liliumot mutattuk be, akkor Marika szerepét játszottam. Előző nap Cserei Erzsi ötlete volt, fölöltöztünk a fellépő ruháinkba, kimentünk a karusszerre, fölültünk a karusszerre a New York-i Central Parkba, és végig éltük azt az élményt, hogy mit jelent egy majális, egy liget, egy karusszel, és eljátszottuk az életet, másnap olyan előadás sikerünk volt, hogy fantasztikus. Tehát a színház az egy csodálatos világ. A színház nem csak a magyar szót adja tovább, nem csak azt a világot adja tovább, amiben élünk, amit megírtak 1000 éve. Azt szoktuk mondani, hogy ha nem megy a színház, Molnár darabot kell előszedni, és így is van, és szerte a világon sikereket hoz, más nyelveken is, nem csak magyarul. Mi az más az, amit még tettem, mielőtt úgy döntöttek, hogy Szent László lovagra vagyok? Az egyetemünk New Yorkban, a City University of New York, a világ egyik legnagyobb állami egyeteme. Budapesten van az 5-ös Loránd Tudományegyetem. És elkezdtem kopogni, és ajtóról, és ajtóról, és ajtóra járni, hogy a két egyetem között egy együttműködési szerződés jöhessen létre. Évek munkája volt, megszületett. Mi történik ma? Amerikai tanárjelöltek, őket hazaküldünk egy szemeszterre tanulni az 5-ös Loránd Tudományegyetemre, például aki az elmúlt szemeszterben itthon volt, egy közepes matekos hallgató volt. Itt olyan matematika tudást kapott, amivel a következő fél évben állunk, kiváló lett. Ugyanezt megcsináljuk fordítva is. Mit kapnak a magyar hallgatók? Az öntudatot, a biztonságot, hogy én tudom, én képes vagyok. Tehát egy olyan belső erőt, amivel a tárgyi tudását meg tudja sokszorozni. Ugyanez az együttműködési szerződés
professzorok cseréjét is létrehozott, tehát az azt jelenti, hogy New Yorkból egy professzor 8 előadást tart itt Magyarországon, és Magyarországról az ELTE-ről egy professzor 8 előadást tart kint nálunk. A tudást átadjuk, a másságot átadjuk, azt, amivel mi gazdagabbak vagyunk. Van egy olyan konferenciánk, az a neve, hogy Matematika Connection Conference, Matematika Kapcsolatok Konferencia. Ezt a konferenciát én indítottam el ezelőtt 13 évvel. Minden évben ennek a konferenciának legalább egy, hanem két magyar professzor a meghívott előadója. Tehát ő nekik kredit, hogy nálunk tartottak előadást, nekünk viszont tudás. Olyan professzorok, mint például Lénát professzor, aki van nálunk az euklideszi geometria, ami sík geometria, és létezik a bolyai féle geometria, ami gömb geometria, be világon óriásiak vagyunk, és Lénát professzor kidolgozott egy olyan szisztémát, amivel segít megérteni, mert a megértés az egy élmény, az egy csodálatos dolog. Volt olyan előadása, egy előadásán 400 hallgató vett részt. És a 400 hallgatót úgy tudta mozgatni, hogy mindegyik megértette, hogy mit jelent a gömbgeometria. Vagy van Csoldön professzor, aki a valószínűség számításról olyan valós élethelyzeteket teremtett, aminek a megoldása során az amerikai hallgatók megértik az összefüggéseket. Én azt gondolom, hogy ezek a csodálatos élmények, és mindaz, amit ezáltal ad az ember, annak volt egy elismerése, és abban a csodálatos szerencsében volt részem, hogy a rend főnöke avatott Szent László lovaggá Clevelandba, ami egy életre szóló kötelezettség, feladatvállalás és egy nagy élmény. Azt hisszük, hogy meg tudunk oldani dolgokat. Egyedül semmit se érünk. Ha valamit szeretnénk csinálni, ahhoz társak kellenek. Társak kellenek, akik hasonló gyökérrel, hasonló élménnyel, hasonló energiával hajlandóak dolgozni. Hogyan is volt az? Létezett egy New York-i magyar iskola, akinek abban az időben az igazgatója Petrecki Katalin volt, és létezett egy American-Hungarian kollégium, ez volt az első amerikai magyar nyári egyetem, aminek én voltam az alapító elnöke. És beszélgettünk. És beszélgettünk arról, hogy itt vannak a magyar iskolák. És a magyar iskolák tanárai egész héten dolgoznak. Szombat, vasárnap, ki mikor hol tartja, bejönnek, saját pénzükön utaznak, egy-két óra autóvezetés van benne, a szülők elhozzák a gyerekeket, áldoznak időt, energiát, és nem kapnak továbbképzést. A forrás is olyan, hogy ahhoz, hogy a forrásból a víz elő tudjon jönni, neki is kell utánpótlás, tehát neki is kell valami energia, amit föltöltődve azt tovább tudja adni. És akkor azt gondoltuk, hogy csinálunk egy tanári konferenciát. Csináltunk is 8 évvel ezelőtt. És ez olyan sikeres volt, pedig csak ott New York, New Jersey, Connecticut, tehát a környező államoknak csináltuk. És akkor azt mondták, hogy ez kellene. És a New York-i főkonzulátus az összes termét egy-egy napra minden évben rendelkezésünkre bocsátja. És aztán jöttek. 5 államból, 10 államból, 20 akárhány államból, és jöttek a magyar iskola tanárok, a magyar iskola óvónők, magyar iskola vezetők, mert szükségük volt valamire. Szükségük volt föltöltődésre. Szükségük volt arra, hogy egymástól is tanuljanak, nem előadásokra vártak, hanem olyan módszertani segédanyagokra,
amit ha hazamegy, akkor azonnal használni tud. Tehát például az innovatív tanítási módszer, vagy a projektpedagógia, vagy bármi olyan módszer, amivel a gyerek aktív részese a tanulásnak. Mert ha én elmondom, hogy ekkor és ekkor jöttek a törökök, ez és ez csinált, és 1526, nem ez a fontos. Az a fontos, hogy a gyerek élményként részese legyen annak, hogy ez hogy született meg. És volt egy példa, egy kisfi az osztályomból, a Lacika, aki papírból kihajtogatott mindent. Minden héten, minden szombaton új játékkal jött. Megcsinálta a dobókapitányt, megcsinálta a törököket, olyan kis papír ágyukat csinált, amivel lőni lehetett, és biztos vagyok benne, hogy az élmény az övé volt. Vagy egy másik alkalommal a gyerekek, az osztályom, saját maguk színdarabot írtak be. És azzal elmentek, én felső tagozatot tanítottam, lementek az óvodába, meg az első osztályba, és ott úgy játszották el a gyerekekkel, hogy azok a gyerekek is részesei voltak ennek. Egy másik színdarab. Létezik Magyarország Barátai című szervezet. Vizi Elszilveszter hozta létre, professzor úrnak óriási tisztelet érte, mai napig is él. Én is tagja vagyok ennek a szervezetnek, és ez egyik ilyen találkozás alkalmával a Sándor palotában volt fogadás. Oda mentem Áder János köztársasági elnökhöz, és mondtam neki, hogy elnök úr, meghívhatnám Amerikába? Azt mondja, hogy nem. Miért nem? Mert március 15-én akartam meghívni. Március 15-én tavaly egy kis faluban megígértem, hogy elmegyek az ottani március 15-ei ünnepére, de olyan hóvihar volt, hogy nem tudtam elmenni nekem ott a helyen. És mikor máskor hívhatnám meg? Hát októberben ez közgyűlés lesz, ha ő több államot megszervez, és több magyar szervezetet mozgosít. Jó, megpróbálom. Ott volt New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, 6 állam volt ott, és 30 szervezetnek a vezetői mutatták be a saját magyar szervezeteknek a munkáit. A legnehezebb az volt, hogy én mindenki szeret dumálni, és azt megtartani, hogy 3 percnél tovább senki ne tartsa a mikrofont, tehát ha azt akarjuk, hogy mindenki bemutatkozzon, akkor ez csak így lehet, sikerült, egy ember volt, aki túlbeszélte, de az összes többi betartotta, ami egy nagyon nagy dolog volt. És ezt a fogadást, amire eljött Áder János köztársasági elnök úr, nagyon érdekes, nem tudom, hogy csinálta, amikor megállt a templom előtt, és ott sok magát fontos embernek tartotta át elől, így átlósan átjött, kezet fogott, és megköszönte, hogy meghívtam. Ezt mondták-e neki, vagy ő magától csinálta, nem tudom, de így történt. És erre az alkalomra írtam egy színdarabot. Szent István király fölajánlja a koronát Szűz Máriának, és egy akkor 6 éves kislány volt az, aki eljátszotta ezt a szerepet. Mindenki részese volt, tehát az egész iskola szerepelt benne, de ő volt az, aki a koronát fizikailag fogadta. És van egy ilyen ének, hogy Isten hazánkért térdelünk elődbe. Ezt az éneket a 800 ember együtt énekelte, és utána Amália, keresztes Amália, ez a kicsi baba, kicsi kislány egyedül a második versszakot elénekelte, és csengő hangja betöltötte a termet. Azok a gyerekek, akik ennek részesei voltak, olyan élménnyel távoztak onnan, ami egy életre emlék marad nekik. Valami nagyon megütötte a szívemet, amikor egy mondatot láttam Gróf Széchenyi Istvántól, itt ma találkoztam vele, tiszteld a múltat, hogy megértsd a jelent, és munkálkodhass a jövőn, munkálkodhass, tehess valamit érte. Az életünk erről szól, nem csak az enyém, az édesanyám is. Édesanyám, dr. Kerekes Istváné Hámori Sarolta, Lottika, elmúlt
elmúlt 100 éves, most már 100 év és 4 hónapos. Nagy tisztelet veszi körül. Mi a tisztelet egy pedagógusnak? Amikor 90 éves volt, akkor mondta a Kaposváron, ő Balatonfüreden lakott, mondta a Kaposváron lévő egykori tanítványainak, hogy elnézést, én több érettségi találkozóra nem tudok menni, nem kocsival jár, tömegközlekedéssel oda már lemenni nekem nehéz. Nem baj, Lotti néni, majd mi jövünk. És azóta több mint 10 éve az érettségi találkozókat a kaposvári diákok Balatonfüreden Lottika házába tartják. És jönnek, és minden évben jönnek, nem csak Magyarországról, Kaposvárról, Kecskemétről, Győrből, jönnek Svédországból, jönnek Svájcból, és együtt vannak. És ami érdekes, Lottika emlékszik a csinteléseikre is, kinek udvaroltak, és arra, hogy mekkorát ugrottak, mennyit futottak, mit jelentett nekik a kajás olimpia. Mi is volt a kajás olimpia? Magyarországon az élelmiszeripari iskoláknak minden évben egy sportversenyt rendeztek, ahol a szertornától kezdve az atlétikán keresztül, a pingpongozásig, a sakkozásig, a fotballig, mindenbe teljesíteni kellett. És Lottika diákjai többször megnyerték ezt a versenyt. Az egyik országos versenyt egyik évben már csak a foci volt hátra, és mondta nekik édesanyám Lottika, hogy fiúk, semmi esélyünk nincs rá. Azt mondták, hogy Lotti néni, ezt is megnyerjük. Ha megnyeritek, nem nyeritek meg. Lotti néni, és ha mégis megnyerjük, megiszik velünk egy korsósört? Abban az időben egy középiskolás diák, a tanár egy korsósört megígyan, elképzelhetetlen volt. És megnyerték a versenyt. És országos elsők lettek, megitták a sört, és utána hazavitték azt a zászlót az iskolának, ami az országos első helyezett volt. Mi az érdekes? Az, hogy ezek a versenyek összekovácsolták őket. Tehát nem a dobogón állás az igazán nagy dolog, hanem azok az edzések, azok az egymásra utaltságok, amikor mindent meg kell tenni, amikor az egyik futó, Oplatka Gábor, negyedik lett egyik alkalom, akkor már mindig első szokott lenni. Megkérdezte Lotti néni tőle, hogy de hát, mi történt? Egy másik gyerek egy szöges cipővel belelépett a lábába, és úgy is végig futotta. Tehát az együtt egymásért, és ha én most fáj a lábam és kiállok, akkor a csapatom nem győz. Tehát a csapat, nem az a fontos, hogy én legyek a dobogón, az a fontos, hogy a csapatom nyerjen. Tehát ez a pozitív versenyszellem, ami egy életen át megmaradt bennük, ami a mai napig összehozza őket, ez egy fantasztikus dolog. És ez, amit édesanyámtól tanultam, és ez az az örökség, amikor kikerültem Amerikába, és ott a magyarságomat szolgálhatom. Legyen az egy iskolatábor, legyen az egy magyar iskola, legyen az a színház, legyen az bármi magyar közösség. Én ott felelősséggel vagyok. Nem az a fontos, hogy én mit csinálok. Az a fontos, hogy kéz a kézbe, együtt, egymással mit tudunk elérni. És akkor jön az, amit Széchenyi mondott, hogy a múltunk a jelenen át visz a jövőbe.